Sziasztok, DB Tomi vagyok, és most egy kis ilyen fun fact-et hoztam nektek, ami nem lenne más, mint az RPR-t. Valószínűleg tartom azt, hogy ez gyakorlatilag senkinek nem újdonság, viszont nagyon vicces, úgyhogy szeretném nektek bemutatni. Azt azért leszögezném, hogy természetesen nem támogatott a tartalom, de gondoltam szórakozunk egy jót, úgyhogy nézzük is milyen. És itt ugye láthatjátok, hogy van már is egy gyönyörű alkotás, és ezt egyébként véletlenszerűen tudjuk nézegetni, ki mit alkotott, ami helyenként azért nagyon vicces. Helyenként viszont egész jó például, ez egészen jól sikerült szerintem. A minket viszont most érdekel, az a saját létrehozása. De azért ezt tudnotok kell, hogy nem vagyok egy művész. Illetve hogy elmondom, hogy arról szól ez az egész, hogy esetleg valakinek mégis újdonság lenne, hogy rajzolsz az RPR-t, majd a leírásból teszem a linket. Rajzolsz valami szépet, amit hát ők megadnak témát, de ezt itt jobb oldalt ezzel a kis egymásba mutató nyilacskával tudod változtatni. És hogyha ezt beküldöd a Riotnak, akkor elvileg minimális mennyiségű RP-t kaphatsz ezért. Zárójelben megjegyzem, hogy én ezt egyszer próbáltam, és lehet, hogy rossz helyre küldtem, de én nem kaptam RP-t, de alapvetően ennek működnie kell. Na mindegy, ezt hagyjuk is, hát ha nektek működik. Akkor keressünk valami olyat, ami megiklet minket. És akkor érzi a jolót egy fiú bandában. Nem tetszik. Alice keringőzik a kocsiban. Hát ezt megnézzük, jó? Ezt megnézzük. Viszont ezt úgy kezdem. Csinálok egy ilyen kis hátteret. Nekem így. Baj, nincs ilyen kitöltő elem. Ezt én nehézkesen tudjuk. De addig megpróbálok beszélni. Igazából nagyon szerény egyelőre a közönség. Ezért ez esetleg mégis valaki érdekel, megnézi. Akkor szeretném, hogyha lájkolnátok a videóimat, mert ugye kezdetekben minden támogatás nagyon jól jön. Úgyhogy ha megosztjátok esetleg, vagy tényleg feliratkoztok, kedvelitek a videót, akkor azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Nagyon értékelem az ilyesmit. Mert tényleg, mint mondtam, minden támogatás nagyon jól tud jönni. Közben ugye meglett ez a... Hát ezt egy égnek szántam. Ez még itt lesz egy ilyen füves rész. Így. Na. És akkor így varázslat. Így most már teljes képernyőn tudunk. Sajnálom, hogy ügyetlenkedek egyébként. De még mindig nagyon amatőr vagyok. És nem akarok mentegetőzni, csak azért tudjátok, hogy ne úgy álljátok hozzá, mint egy profi videóshoz. Mert abszolút nem vagyok az, úgyhogy elfogadom a kritikát, mert ugye ez is valamilyen szinten támogatás. És tényleg, hogyha építő jellegű kritikátok van, akkor csak nyugodtan. Ez viszont nem tetszik, ez a szín. Hát nyugodtan csak legyetek kíméletesek, jó? Így, és akkor most elkezdjük megrajzolni az autót. Ezzel azért baj megszik. Viszont arra gondoltam, hogy egy aránytalanul nagy autó lesz. Így. Azért mégis látszom benne a fókaszony.
én mondtam, hogy nem vagyok egy tehetséges rajzművész, ezért higgyétek el, hogy igyekszem. Ratír sincs a játékban, és hát ebben a programban. Viszont olyan módon, hogy színezünk. Át tudjuk rajzolni. Aztán itt esetleg nem jól sikerült. És kérdez a chat méretet, ezt egy kicsit kisebbre veszem. Így. Kerék. Szóval fehérrel, tehát nagyon kicsivel megrajzoljunk itt is. Ezt megcsináljuk hátul is. Rendkívül igényes a munka. Az autónk az talán legyen ilyen sötétű. Pirosra gondoltam. Talán így ez igaz. Valóban nem. Akkor már legyünk teljesen részletesek is, akkor az indexeket is elmondjuk. Nagyon jó, ezzel kész az autónk. Úgyhogy most jön a lényeg. Amitől azért kicsit izgulok. De nézzük, hogy sikerül. Választunk egy ilyen nagyobbat. Veszük a kormány. És fókuszunkságot, hogy ez egy két kézzel fogja a kormányt. A fóki kezével, mert ez testen. Személyt ezt a fűzlésre csináljuk. Így. És hát a formányt ezt inkább ott csináljuk, hogy ezt megtörtünk. Fókuszínsága szerint ilyen kicsit sötétebb. Szürke lesz. Hát, jó.
a saját elvemet rúgtam fel azzal, hogy először a hátteret kellett volna. Baj. Baj. Ugye az őrszürke, mert kormányon keresztül látszik a kis teste. És fejét is szízzük. Így, mi? És akkor most jönnek a karjai, mivel ugye itt fogja. Így fogja a kormányt, mert azért vezetés közben ez csak szokás. Többivel meg harcik, mint az állat. A szemét még egyszer nevezzük. És ilyen óriási smile-t rajzolunk neki. Arra gondoltam, hogy ide rajzolunk neki hangjegyeket. És szerintem kész vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogyha kitartottatok és végignéztétek. A kommentben lerakom a linket, és bármilyen formában lehetőségetek van támogatni, és meg is teszitek, azt nagyon szépen megköszönöm. Sziasztok!